csapathoz, csomó új programunk lesz. A mai nap a Star Wars jegyében fog zajlani. Első előadásunk, cosplay kiegészítők, mit, miből és hogyan ne. Előadónk, hárman lesznek, szép lányok. Pastelból cosplay, Kidalám Limonszer és Safira Lanox. Fogadjatok őket sok szeretettel! Sziasztok! Sziasztok! Ja, lányok vagyunk mind. Ja, ő is. Szóval... That's the point. Rendben, hát... Akkor gondoltuk, kezdjük egy gyors bemutatkozással. Sziasztok! Én Kida vagyok. Igazából komolyabban csak pár éve cosplayelek, viszont rendezvényekre már 2008 óta járok. És hát igen, próbálok folyamatban fejlődni, de még igazából csak pár éve tartnálom ez az egész, hogy komolyabban belekezdtem. Sziasztok! Én Safira Lanox vagyok. Egy éve kezdtem el cosplayelni, és hát igyekszem a... Így jó? És hát igyekszem a kedvenc karakterimet minden karakterhőben megcsinálni és lenni bennük. Sziasztok, én Szacsi vagyok, vagyis Pastelból cosplay. Én 2008-ban mentem először konra, de 2010-ben kezdtem a cosplayezést, akkor még így nem tudtam, hogy az cosplay. És így komolyabban inkább 2013 óta cosplayelek. Jó, hát akkor... Szerintem kezdjük is el a témánkat. Ami nem más, mint a cosplay kiegészítők, a mit, miből, és hogyan ne. Igen, és hogyan ne. Igen, és akkor gondoltuk, azzal, ugye érdemes azzal elkezdeni, hát magával az alapanyagokkal, hogy miből is álljon neki az ember, de pont nem látom, mit mögöttem. Szerintem menjünk arrébb, és akkor mások is látják, és jobban tudunk utogatni. Szóval, oké. Szóval az alapanyagokkal kezdenénk, ugye, mikor az ember eldönti végre, hogy mit is akar cosplayezni, akkor ugye hát az első referenciát keres, és ugye ennek alapján ugye megnézi, hogy mi is az, amit meg kéne alkotnia, és hát utána tudunk eljutni ahhoz, hogy ehhez milyen alapanyagok kellenének. Igen, és ezek általában az alap dolgok, amikkel szoktunk dolgozni. Balzafáról majd Safira tud majd mesélni. A dekorgumi az, ami ilyen, az alap, amivel kb. Minden cosplayes találkozott már, meg hogyha nem vagy cosplayer, szerintem akkor is, hogy bemész egy hobbiboltba, akkor bármilyen színben és A4-es lapokban tudsz vele találkozni. Ez így ilyen laposabb, vékonyabb anyag. Akkor van az Evafoam, azzal már mind a hárman dolgoztunk, meg ugye a dekorgumival is. Ez konkrétan olyan, mint a dekorumi, csak sokkal vastagabb és tömörebb, és, de majd később fogunk vele foglalkozni, hogy mire jó, meg mit, miből. Akkor van a lépéssel a hungarocell, amit leginkább ilyen nagy boltokba lehet kapni, de ezzel is majd fogunk foglalkozni. Akkor a levegőre száradó gyurma. Hát ezt is hobbiboltokba lehet kapni. Akkor a parkett alátét, ezzel is inkább Safira dolgozott. Akkor vedd is át a szót, kérlek. A parkett alátétet azt én inkább a ledeknél szoktam használni, tehát hogyha a cosplaybe terveztek világítást, akkor érdemesebb egy parkett alátétet a led elé tenni, hogy jobban szétszórja a fényt. A következő anyagunk az a borbla, ami inkább páncél és fegyverkészítéshez alkalmas. Ez már egy eléggé drága anyag. Ugyanakkor van a transzfaborba, amivel Szacsi foglalkozott eddig. Ez is egy kb. Ugyanolyan árkategóriájú anyag, illetve a black borba, igazából a színe miatt más. Igen. Akkor itt a szerszámokat láthatjuk, amikkel nagyjából szoktunk dolgozni. Hát amiről majd igazából szerintem különösebben beszélni kell, az talán a hőlégfúvó, amit lehet vele. Amivel leginkább lehetne jól, amivel jól tudunk dolgozni, annak vannak ilyen speckó képességei.
Hát nem tudom, mondjatok még valamit. Hát igazából én most itt ugye persze lesz szó mindegyikről, hogy ugye melyik alapanyagnál mit használunk, de még a csiszológépet szerettem volna kiemelni, hogy azt például ugye az evafoamnál formázáshoz, ugye a szélek lecsiszolásához, lekerekítéséhez, hogy egy sokkal szebb felületet kapjunk, ugye, ahhoz nagyon-nagyon hasznos. Igazából ezt akartam ezek közül kiemelni. Itt valamit még mindenképpen érdemes beszerezni, az a snitzer. De ennek se ezt a műanyag változatát ajánlom, hanem inkább ezt a fémeset szerintem sokkal... Igen, a fémeset. Tarts közelebb a mikrofon, mert nem hallják a hangot. Halló! Na és hát akkor ragasztók és festékek. Amit érdemes tudni, az az, hogy a ragasztópisztoly az igazából én csak díszítéseknél használom, mert nagyon gyenge egy ragasztó, és a Patex kontakt, amit ott a második képen látok, az egy olyan ragasztó, amit igazából mindenre ajánlok. Tehát, hogyha olyan páncélmet akartok összeragasztani, ami igazából nem kéne onnan elmozduljon, akkor azt az ajánlom. Szafira nem nagyon használja a ragasztópisztolyt, én imádom használni a ragasztópisztolyt. Az kb. Az elsődleges, amihez hozzányúlok, a faragasztón kívül, mert így, hogyha valami eltörik, elszakad valami, akkor ragasztópisztoly, gyere, segíts, ments meg! Ragasztópisztoly az ilyen last minute megoldás, tehát az így, hogyha már éjszaka van és nagyon készen vagy idegileg, akkor az segít, de nem ez az elsődleges. Nem az az elsődleges. Igen. Akkor én még a faragasztót mondanám, ugye az szerintem én mindenhez szoktam faragasztót használni, tehát inkább ez az, amivel legtöbbet dolgozom. Főleg ugye ez is az evafoamnál, hogy a felületeket, tehát sokkal szebb felületet kapunk, főleg ugye, hogyha rétegezünk, tehát ilyen iszonyat nagy mennyiségben el szoktam használni, tehát így egy cosplayhez egy üveget, ilyen a legnagyobb kiszerelésben szerintem én simán rákenek. Mert ugye minél több rétegbe kenjük, annál szebb felületet kapunk, és ugye sokkal szebb lesz ugye a végeredményünk. Tehát és stabilabb is lesz. És stabilabb is lesz, igen, köszönöm. Igen. Meg a faragasztónak van két fajtája. Van, ami gumisra szárad, és az utána hajlik, és azt be lehet nyomni. És van, ami keményre szárad, azt igazából meg kell kérdezni, mert nem hiszem, hogy nagyon rá van írva. Ami keményre szárad, az viszont utána tényleg ilyen masszív lesz, ilyen kopogós, és utána azt így lehet csiszolni is. Itt akartam. Illetve még a festékekről kitérni. Az akril festék az, amit mindenre használunk szinte. Tehát más festékhez nagyon nem is szoktam, vagy nem szoktam nyúlni. Illetve vannak ezek a sötétben világító festékek, ezek tökéletesek arra, hogyha nem akarsz szenvedni azzal, hogy most éppen ledet forrasszál, meg világításra kiáll a cosplayedbe, akkor a sötétben világító festék az igazából tökéletes arra, hogy egy kis fényt hozzanak. Kis eleganciát hozzanak a cosplayedbe. És akkor most térjünk rá az FPS lapra, vagyis Styrofoamra. Vagy ugye más néven még polisztirollap, lépésálló hungarocell. Ezt igazából ahhoz tudom ajánlani, hogyha mint nekünk volt, hogy az Alice-hez azok a hobby horse-ok, ez a lófej, itt látszik a képen. Tehát ugye olyan fegyverekhez tudom ajánlani, amik például alapból nagyon nehezek lennének, mert ugye ez nagyon könnyű, és elég szépen lehet vele dolgozni. És hát beszerezni igazából elég könnyű, mert bemész egy obiba, és ott találsz többféle méretben, többféle vastagságban, és hát pont az az előnye, ugye, hogy igazából többféle méretben is kapott, és könnyű megmunkálni, és nagyon-nagyon strapabíró. Tehát én az Alice lovakkal például ütni is lehet nagyon rendesen. És igen, csak meg kell form, szóval erre... tehát alapból nagyon-nagyon törékeny magában, szóval erre jó sok faragasztó igen, kell, hogy... Faragasztó mindenre. Igen, faragasztó mindenre. Minden tehát, mennyiségben mindenre. Igen, mert hogyha nem teszel rá faragasztót, akkor nagyon könnyen törik meg. Meg ugye ez egy szivacs konkrétan, igen. Szóval látszik, hogy szivacsos, ilyen lyukacsos. Nem annyira, mert tömör, ez a tömöröbb fajta, és majd mindjárt úgy adjuk a képen, hogy és mit ne. És ugyanakkor pont ez a hátrány, ugye, hogy nagyon merev, és én már jártam úgy, hogy szépen kifaragtam, de mikor ugye a fegyvernek a szárát hozzá akartam tenni, egy ilyen hatalmas nagy kardról volt szó, akkor így konelőtt este így szépen az utolsó pillanatokban beletörtem, mert ugye túl merev volt, túl erősen próbáltam belecsavarni, és hát igen, ment a sufniba az egész.
És még ugye nagyon-nagyon időigényes, tehát ezeket a lovakat még nem tudom hány héten át csináltuk, formáztuk, rétegeztük, igen, hogy tényleg olyan legyen, ahogy a végén annak ki kell néznie, és azért írtam oda a káoszt nem csak a kis kacsám miatt, hanem mert kacsám egyszerűen, miközben faragja az ember, olyan szinten forgácsol, tehát akkora kupit hagy maga, igen, után, hogy főleg a tömörfajtája, konkrétan, mint hogy egy ilyen forgácsgyárba lennél, és így úszol így a forgács maradványokban. Anyukám kedvence. Igen. Hogy ezzel foglalkozom, nagyon szeretik. Tehát én még annyit hozzáfűznék, hogy kardokat én nem igazán ajánlom az XPS-ből, ugyanis... Ilyen vékony dolgokat nem, de az ilyen bazi nagy fegyverekhez tökéletes. Fegyverekhez tökéletes, tehát... Az ilyen bazi nagy staffokhoz. És akkor, hogy mit ne, tehát sokfajta hungarocell van, ez az, ami tipikus, ez a sok kis golyócskából álló, amit ugye konkrétan így a kezeddel szét tudsz szedni, ezt nem ajánljuk, mert ez nagyon rossz fajta. Az, ami a másik képen van, ez a rózsaszín, ez így a legtömörebb, és az a legjobb, mert azt a legkönnyebb formázni, meg az nem törik le, nem hullik szét, nem esik szét a kezedben, hanem konkrétan így lehet snitzerrel így faragni, mint hogyha egy fát faragnál, csak nem kell hozzá erőizom, hanem könnyed mozdulaton. Viszont még ezt hozzáraknám a rossz tulajdonságaihoz, hogy amit ajánlottam, Patex ragasztó, az kimarja. Tehát érdemesebb előtte lefaragasztózni, illetve a ragasztópiszta is marja ezt az anyagot. Még a ragasztópisztoly azért marja, mert ugye az forró, és konkrétan olyan sérülékeny az anyag, hogyha valami forró dolog rákerül, akkor azt az egyik kimarja. Igen, illetve a fújós festék is, de elég rendesen így belemar, és inkább az apró festéket javaslom igen, hozzá, mert... Igen, a vízbázis, mert azok vízbázisú, pont ezért. Mert a másik az kicsinálja, igen. Itt a paci. Igen. El tudjuk mondani, hogy hogyan készültek, nem tudom, hogy érdekel titeket, hogy belefér, de ez például Kidának a lova, meg az enyém. Igen, és itt van összehasonlítva, hogy ilyen volt, mielőtt ugye megformáztuk, tehát az csak simán ugye a jobb oldali, hogy nézett ki, mikor így kivágtuk magából a lapból, ez meg már ugye, mikor faragtuk és adtunk neki egy bizonyos formát. Igen, szépen le kell csiszolni, meg kell faragni az éleit, olyan formára kell faragni, mint ugye tényleg egy ilyen hobby horse lenne. De tényleg nagyon... Csiszoló papírról. Igen. Iszonyatosan sok csiszoló papírt elhasználtunk. Igen, meg amit láttatok, hogy teljesen tele van forgáccsal az egész. Igen, és alapból ilyen kicsit lehet, hogy látszik, hogy jobban látszik azon a képen, hogy ilyen recés a felületed. Igen, eredetileg. És ugye ezt le kell róla, hogy normálisan nézzen ki, és sima legyen a felülete, ezeket le kell hozzá csiszoló papírozni. Igen, azért is érdemes lecsiszolni, mert az innomat például warblastok, majd a warblából is lesz szó, és ez konkrétan a warbla alatt is látszik ez a felülete, és ezt szépen le kell csiszolni. Igen, a következő képhez is ezt akartam hozzáfűzni, hogy én a Katarina nagyját úgy csináltam, hogy bevarbláztam, és ezt csiszolhatom órákig is, akkor is a warbla miatt meg lesz ez a domború hatása, illetve a warbláról még azt szeretném mondani, hogy a díszítésre például teljesen alkalmas, ott nem is használok ragasztót, felmelegítem, rárakom a másik warblára, és akkor az ott is marad. A kedvencem. Gyurma. Hát én igazából nem a levegőn szállatot szoktam használni, hanem a sütős változatát. Én sokkal jobban szeretem, mert hozzávághatom bárkihez, és akkor sem törik el. Igen, a sütető gyurmának nagyon sok színe van, és az azért jó, viszont sokkal drágább, mint a modellező gyurma, mert ezek ilyen kis kiszerelésekben vannak, ilyen kb. 10 centiszer 10 centis egy ilyen csomag, és az ilyen 600 forint, szóval az azért drágább, mint a modellező gyurma. Igen, nem raktam. Eltűnt. Mindegy, nem tudom. Szóval a modellező gyurma az, amivel könnyű bánni. Az első ilyen volt, amit láttatok, hogy ezt ilyen bazi nagy kiszerelésben lehet kapni, lehet ilyen fél kilóssal, meg egy kilóssal is kapni, csak víz kell hozzá, és az a baj, hogy könnyen beszárad, meg kiszárad. Illetve még ami nagyon ajánlom, azok az ilyen kis csattok a cosplayhez, tehát kiegészítő, még akár gyönyöt
is lehet belőle csinálni, hogyha szeretnétek. Igen, itt van ugye, amit Elisehez csináltunk, a hátán a masnihoz ezt a koponyát. Hát ugye az egésznek ugye adni kell, mert ugye alapból ez nagyon nehéz lenne, mert hát drága is, hogy tömören az egész gyurmából csinálod, meg lehúzná az egészet. Van egy ilyen alufólia váza, ami ugye így nagyon nagyjából ilyen felismerhetetlen krumpli formát csináltunk hozzá. És akkor arra ugye utána a gyurmával kiformáztuk magát a koponyát, és ugye így sokkal könnyebb is lett az egész, tehát konkrétan semmi súlya nincsen, nem húzza le a ruhát se, és így, mert annyira ugye így nem is törik, hogy nincs olyan vastagon rákenve, így azért sokkal szebb, és azért így jobban lehet vele mozogni, tehát hogyha leülsz, hogy neki mész valaminek, akkor nem zuhan le, és igen, masszívabb. Hát a modellező gyurma az igazából erre jó, hogy önmagában, hogyha vékony, akkor nagyon könnyen törik, de ilyen felületre, hogy konkrétan az alufóliára rávonod, hogy így ilyen szép felületet kapjál és élethű legyen, arra tökéletes. Igen, és hát ugye falgasztó van amúgy rajta. Igen, meg ezt így le lehet csiszolni, meg minden, de utána még mindig... utána még mindig eltörhet, meg minden, szóval erre még több faragasztó. Igen, és akkor ilyen szép lesz a felülete, aztán befestjük, és akkor így voilà, el is kombonyat. Igen, ez lesz a végeredmény belőle. És tényleg a kisebb kiegészítőket nagyon jó, tehát fülbevaló, meg ezek a kis díszek, azokat nagyon királyul meg lehet belőle formázni. Igen. Na a másik, amiről beszélni szerettem volna, az a kartkés készítés, hogy tehát ezt ajánlom inkább fából, anyukám másik nagy kedvence, amikor a fát elkezdem otthon csiszolni. A balzafát igazából úgy képzeljétek el, mint egy falszerű papírt, tehát ezt konkrétan ketté tudjátok törni, illetve még ha belnyomjátok az ujjatokat, akkor is meglátszik rajta. Én ezt inkább a karnak a díszítésére szoktam használni, illetve magát az alapanyagot. Ott látjátok, hogy kivágtam egy papírformát, és ezt utána kivágtam fenyőfából is, ami szintén az Ubiban tudtok beszerezni, és utána vágtam ki balzafából, amit inkább ilyen hobbi boltokban fillérekért be lehet szerezni a, magát a díszítést, és utána szintén lefaragasztóztam, és az aprífestéknek ezt a metál színét nagyon jól lehet rá használni. Na másik, ezek a fegyverek. Itt már az XPS az, amivel nagyon szépen lehet dolgozni. Hát én ezt meg sem próbálnám fából kivágni, tehát ezt így fel is adnám. Igen, akkor ugye nekem például ehhez ugye tök jó lett volna, hogy ott csinálok egy ilyen lépéssel, numerózzal alapozás, de nekem az az egész díva fegyverem, ez tömören a foamból készült. Igen, de most már szerintem a másodszorra újra kéne csinálnom, biztos nem így csinálnám. Tehát igen, és ennek ugye az a tulajdonság, hogy ez is nagyon-nagyon könnyű, és nagyon könnyű formázni. És vissza még... Igen. Igen. Szóval és nagyon jól hajlik, tehát ez szükség van hozzá egy-két eszközre, tehát ugye hőlégfúvóra van szükség hozzá, mert alapból, tehát az meg, a hő megváltoztatja a felületét, és egy sokkal szebb felületet kapunk, miután ugye meghőlégfúvóztuk. Aztán ugye, hogy ezekhez a részekhez ugye nagyon sok kicsi alkatrészből raktam össze a dívát. És mindegy egyes kis darabkáját külön le kellett csiszolózni, ugye, hogy úgy illeszkedjenek a szélek, tehát meg legyen ez a fegyverszerű hatása. És ugye az evafoamot így tök jól ki lehetett ehhez alakítani. Igen, szóval az evafoam az konkrétan egy ilyen szivacs, gumis habszivacs, ami tényleg ilyen gumiszerű, és tényleg ezt így, hogy meg tudod nyomni, tényleg mint valami gumit, és így, hogyha belemélyezted a körmedet, az is meglátszik rajta, szóval ezért kell erre is faragasztó. Mindenre faragasztó. Akkor én tudnék beszélni a Black Orbáról, mert ezzel dolgoztam. Az egész lovam ezzel van beborítva. Nem azért, mert ilyen burzsóá vagyok, hanem azért, mert nyertem. De szóval az a lényeg, hogy drága. Ez a... Igen, szóval... Az evafoam is amúgy, tovább csak ez igen, kiarat. Igen, az evafoam is nem drága, is olyan könnyű beszerezni. De nem olyan drága, mint mondjuk a Warbla, meg a Black Warbla, mert például a sima Warblánál drágább. Azért, mert a Black Warblának simább a felülete, mint a rendes Warblának. Az, ami az a barna, a sima Warbla az ilyen barnás. A Black az meg ugye Black.
és szóval jobban lehet formázni, mint mondjuk az evát, mert ez is ilyen hőre táguló anyag, ilyen termoplasztikus, és az egészet ezzel vontam be. Ennek tényleg így minden egyes kis apró részét fel lehet használni, hogyha felmelegíted, az akár ilyen pár centimétereset is, hogy úristen, ott van egy lyuk, és akkor azt tömjük be, tényleg erre is nagyon jó, mert az én lovam ugye, hogyha lenne egy kis lézer, akkor meg tudnám mutatni, hogy konkrétan a feje az ilyen különálló részből van, a füle, meg így a nyaka, mert így egyben nem lehetett rátenni, mert ehhez legalább három ember kell, mert hogyha felmelegíted, akkor is így rá kell így simítgatni, így nyomni, mert mivel simább a fülete nem tapad olyan könnyen a sztirofoamhoz, és mivel nem maradt elég egybe az egész sörényére, ezért konkrétan azok is ilyen kis darabkákból vannak rárakva. Igazából ennyit tudnék elmondani, hogy drága, viszont nagyon könnyű, és nagyon merev, és nem törik könnyen. Szóval arra így konkrétan üthetnéd, vághatnád, tényleg. Tehát konkrétan leesett a metróba a lovam, így akkorát csattant, hogy így a fél metró meghallotta, vagy legalább így a 2-3 megállóva arrébb, és így nem lett semmi baja a lovamnak, ennyire tömör, masszív ez az anyag. Hát még annyit fűznék hozzá, ami nálam visszatérő probléma szokott lenni, az, hogy felhólyagosodik, hogyha úton melegítem. Ezt gombos tűvel tökéletesen ki lehet szurkálni, és ugyanolyan sima felületet kapunk utána. Igen, amúgy, hogyha sokszor melegített föl, akkor nekem is volt ez a problémám, hogy így alá megy a levegő, így a hő, és ezért így az így ki kell simítgatni. Igen, az ember kezét egy kicsit így megdorgálja, mert forró ez az egész dolog, és így utána az ember keze az kicsit ilyen elsőfogú égési sérülés, mit nekünk cosplayesek vagyunk. És mit akartam még? Azt, hogyha nagyon sokszor melegíted, mert ez se lehet akárhányszor, szóval nem végtelenszer lehet melegíteni, hogyha nagyon sokszor melegíted, akkor így teljesen más lesz a felület, ilyen kicsit ilyen recés lesz, és könnyebben törik utána már. Szóval azért ezzel is vigyázni kell, hogy ne olyan nagyon sokszor melegítsük fel. Következő a ledek, másik kedvencem. Kétféleképpen lehet, hát nem beszerezni, készíteni talán. Tehát vannak, főleg, hogy most itt a karácsony, rengeteg olyan leddel találkozhatunk, ami már el van készítve, körülbelül 10 darab led sor van egy adott elemen, és cosplaybe például ez szerintem tökéletes, illetve hogyha egyetlen egy darab ledre lenne szükségünk, akkor ezt jobban ajánlom megvásárolni, úgyhogy külön veszed a ledet, külön veszed hozzá az elemet, illetve a kapcsolót is. Ezt ilyen webshopokba fillérekért meg lehet venni, illetve az utómunkához viszont már kell a forrasztópáka, illetve a legnehezebb része szerintem azt kitalálni, hogy legyen benne ez a cosplaybe, úgyhogy fel tudjam kapcsolni, illetve azt az elemet tudjam cserélni, főleg Widowmakernek például a fegyverét, ezt konkrétan szét tudom szedni, csak azért, hogy egy kis elemet ki tudjak belőle cserélni. Illetve annyit fűznék még hozzá, hogyha a vásárolt ledeket választjátok, akkor azok általában egyszínűek. Tehát lehet venni ilyen átlátszó lapokat, vagy inkább a Volblát, amit azt a fehér Volblát. A Transpro Volblát. Igen, azt, amit beszíneztek üvegfestékkel, és igazából ugyanazt a színt kapjátok meg. Én Widowmakernél a sisakjánál használtam ezt, és szintén üvegfestékkel festettem meg, mert nem volt az a színe, amit én akartam. És akkor, hogyha már Szafra említette a Transpro Volblát, akkor beszéljünk erről is egy kicsit. Ez konkrétan tényleg olyan, mint a másik kettő Warbla, csak átlátszó. Viszont a tulajdonságai teljesen mások. Ez, hogyha felmelegíted, ezt nem lehet hajszárítóval felmelegíteni, ezt csak tényleg csak hőlégfúvóval, és tényleg elég sokáig kell melegíteni, hogy így meghajoljon, meg lehessen utána felhasználni. Ez nyúlik, de tényleg, tehát így konkrétan egy ekkora darabot így ekkorára ki tudsz nyújtani, annyira nagyon nyúlós lesz. És leginkább ilyen gemmekhez szokták, így díszítésnek, meg ugye Szafira, amit mondott, hogy így a Widowmakerének a sisakjához,
azt így be lehet festeni, meg ilyenek, viszont nem annyira átlátszó, mint az üveg, szóval ilyen, hogyha szemüveget akarjátok, az ahhoz nem lehet használni, mert nem annyira sima a felülete. És hát igen, leginkább díszítéshez szokták használni, nem páncélokhoz, meg ilyesmikhez, mint a sima, meg a Black Warblat. A következő a textil festék. Igazából a textil festék feliratot azért húztam át, mert a titánomat elkezdtem textil festékkel lefesteni, és rájöttem, hogy ez egy borzasztó megoldás, ugyanis nagyon lassan lehet vele dolgozni, és nem fed jól. És mikor festettem a titánomat, átálltam inkább az akril festékre, amit lehet mosni, hogyha utána vasalóval átfutsz a ruhán, és sokkal könnyebb vele dolgozni. Viszont az ilyen ruhákhoz viszont nem lehet már akrilt használni, mert egyszerűen így beleolvad a ruhába. Szóval én ezt... És kijön, igen. És például ezt a ruhán vannak rajta ilyen kis rózsák, amit most nyilván nem fog látszani. Én ezt körömlakkal festettem, ugyanis ez nem fog kijönni soha. Én a textilfestékhez csak annyit tudnék hozzáfűzni, hogy van a poros textilfesték, azt meg ahhoz szokták használni, hogy az egész ruhát, vagy egy egész nagy anyagot befessenek. Ezzel is elég sok probléma van, mert attól is függ, hogy milyen az anyag, és nem biztos, hogy befogja, nem biztos, hogy olyan színre fogja be. Erről szerintem Kidának is vannak ilyen rossz tapasztalatai. Rengeteg, csak rossz tapasztalatom van igazából róla, szóval nem menjünk bele. De még amit hozzáfűznék, az az, hogy alapozáshoz, tehát hogy meglegyen például ez a piros színvilága, ahhoz tényleg jó az akril, viszont a körvonalak megrajzolásához már vannak ilyen textil filcek, amihez sokkal könnyebb dolgozni, például a nadrágom lévő rózsák is azzal vannak felrajzolva, és szóval ja, sokkal jobban lehet vele kontúrozni az adott ruhát. Illetve még legelső cosplayem Lightningnak a válvértjét, még nem ismertem se a dekorgumit, se a zavát. Tehát én nekem ezzel nagyon rossz tapasztalataim vannak ezzel a gittel, én nagyon nem szeretem. Hát utólag én is megbántam, viszont így visszagondolva tényleg olyan ez a válvért, hogy bárki nekem jön, annak semmi baja nem lesz. Arra kell nagyon vigyázni, hogy én mikor rátettem a vállamra, hogy kijöntsem belőle, tehát meglegyen a formája, nem gondoltam arra, hogy ez egy olyan gáz bocsát ki magából, ami megégeti konkrétan a vállamat. Tehát én nekem 2 hétig volt, meglett a válvértem, hiába vettem le. Tehát ott maradt a nyoma. És csiszolni nagyon nehéz, viszont tényleg egy olyan válvértet, vagy bármilyen páncélemet tudunk belőle kihozni, ami az életben nem fog eltörni. Esetleg valakinek kérdése így a végén? Ha nincsen, akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy tudtunk pár hasznos dolgot mondani. Köszönjük szépen a figyelmet!